gyorsabb reakcióidő elérése. Sziasztok, Necrokin vagyok, és jól látjátok a címet. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan legyünk gyorsabbak. És tudom, le fogjátok írni a comment szekcióba, hogy hát akkor gyorsabb reflex kell, vagy camp, vagy bármi. Nem feltétlenül kell gyorsabb reflex. Jó, ha gyorsabb reflexed van, de nem feltétlenül kell, mert van egy megoldás mindazok számára, akik nem rendelkeznek gyorsabb reflexekkel, mert a reflex az egy velünk született dolog, és aki nem mindenkinek gyors, ugye? És hát van egy megoldás arra, hogy gyorsabb reakcióidőt érjen mégis, és ne legyen baj. Lehet, hogy egy olyan történetet fogok mesélni, amit tulajdonképpen ti is tudtok, hogy nagyon nyilvánvaló, csak mégis elmondom mindazok számára, akik talán még ezt nem vették észre, vagy sejtenek valamit, de nem tudják, hogy mi az, hát akkor íme jöjj neki segítség. Mindazoknak, akik vágynak arra, hogy valamivel gyorsabbak tudjanak lenni. Azt meg kell annyit, hogy az ember fiatal legalábbis ilyen. Mikor én voltam egy ilyen 14, 16, 17, 18, akkor, hogy úgy mondja, ezen a téren a csúcspontomat értem, és nem is nagyon hagyatkoztam erre a technikára, mert annyira gyors reflexekkel rendelkeztem, úgyhogy úgy mindegy is volt, hogy igazából alkalmazom ezt a technikát, mert nem, mert elég gyors voltam ahhoz, hogyha későn vettem észre az ember, akkor is gyorsabb legyek, mint az illető, de most már, hogy úgy mondjam, eljöttek ahogy a 20-as év fölötti dolgok, és ez, észrevettem magamon, hogy ez a reflexek kicsit, na. Hiába reagál gyorsan az agyam meg a szemem erre a dologra, de a kéz az valahogy mégse tudja olyan gyorsan követni. Persze most nem ilyen hatalmas másodperces különbségekről beszélünk, hanem a millisekundumokról, és a Call of Duty az millisekundumokban nagyon-nagyon lényeges játék. És észrevettem ugye, hogy hát ez a millisekundum, ez késik a kéz meg az agy között, hát ez van. Gyerekek, ilyen, ezzel jár az öregedés, úgyhogy kénytelen voltam megtanulni észre játszani, továbbá alkalmazni ezt a technikát, ami azt hiszem, hogy egy igen hasznos dolog, és mind az egész az egérhez köthető. Na és tudom, most jönnek a kommentben, hogy kinek milyen gamer egere van, és azzal milyen jó játszani, de én azt mondom, hogy nem. Nem lényeges, hogy gamer egered van-e, vagy egy 500 forintos sima asztali kis lézer egered, mind a kettővel el tudod érni ugyanazt a technikát. Ugyanis nekem is valamikor egy ilyen 1000 forintos kis lézer egerem volt, és én azon tanultam meg Call of Duty-zni, hogy úgy mondjam, és nem volt gamer egerem, akkor azt sem tudtam, mi az, hogy gamer egér, és hogy miért jó az a buli, hogy gamer egér. Persze azóta már van egy gamer egerem, és jó buli, mert jó dolgokat lehet vele csinálni, de ez a videó mindazok számára is szól, akinek nincs gamer egere, és mert ez a dolog nem múlik egy gémeregére az, hogy milyen gyors vagy, hogy milyen gyors a reflexed, az gémeregér ide vagy oda lényegtelen. Mert hát ugye, ha magasabb DPI-re is veszed a gémeregeret, akkor az sem fog segíteni a reflexekben, mert vagy túlrántod, ugye, mire megszokod, ha meg lehet szokni egyáltalán egy magas DPI számot, de biztos vagyok benne, hogy igen, valamilyen szinten. De én nekem, mikor az volt, mikor gyorsabb voltak a reflexeim, az volt, hogy mindig túl rántottam a célon a fegyvert, ezért vissza kellett korrigálni, így hát azért időben ugyanott voltam, mint az, aki pontosabban, de lassabban céloz. De rohadt sok volt az bevezető, ugye? Na, akkor beszéljünk arról, hogy mit is kell csinálunk ahhoz, hogy gyorsabb reakciót érünk el, hangsúlyozom, nem reflexet, gyorsabb reflexet, azt nem lehet elérni, az van, hanem reakció időt. Fogjuk az egerünket, és hát figyeljük meg, hogy hogyan játszunk. Mert sokunk, én észrevettem annak, amikor elkezdtem játszani, hogy mitől lehet gyorsabb az a srác, mint én, mikor tudom, hogy én vagyok gyorsabb. Tehát biztosítom, hogy én voltam gyorsabb, és elkezdtem nézni killcamot, és azért felfigyeltem egy apró igazságra a lövés és a célzás közötti időhányados, tehát célzol és lősz. A között ugye eltelik egy idő. Na most, mikor néztem a killcamot a tőlem sokkal gyorsabb gyerekekénél, rájöttem, hogy a célzás és a lövés között idő nincs. Magyarul egyszerre lőni, és lő és céloz körülbelül, na de ezt, hogy lehet elérni, hogy gyorsan elérjek, gyakorlatilag ugye egyszerre nyomjam le a két gombot, de ez még mindig kevés. Na most ez a technika, hogy egyszerre lenyomod le a két gombot, veszélyes dolog, mert szinte újra kell tanulj célozni, azt kell, hogy mondjam, szóval azzal óvatosan kell bánni. Ezt a technikát nem ajánlom, azoknak alkalmaz, akik már nagyon benne vannak a buliba.
Úgyhogy ez egy olyanok, akik még kezdő Call of Duty-ban, ha ezzel sajátítják el a célzás lövés technikáját, akkor sokkal gyorsabbak tudnak már eleve lőni, mert ahogy emeli szemhez a fegyvert, a karakter már aközben lősz, és a felfelé menő golyók már lábtól testre mindenhol eltalálhatnak, hogyha pontos vagy. És már mire fejhez emeled, már rég halott a tag. De mondom, ez csak új játékosnak, tapasztaltabbaknak íme a másik trükk, amit én elkezdtem alkalmazni. A lényeg az, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e ti, hogy tartjátok a kezeteket az egéren. Ez nagyon egy fizikai megközelítés, igen. Hogy tartjátok a ujjatokat az egéren, ugye? Vagy legtöbben, mikor elkezdünk játszani, mikor már egy éve játszunk, vagy blablabla, bla, bla, legtöbben úgy játszunk, én is észrevettem magam, hogy az ujjam éppen hogy csak, de az egér fölött van mondjuk egy olyan 5-6 milliméterrel, de volt, hogy egy centivel is az ujjam hegyét az egér fölött tartottam. A második ujjam, tehát a célzőjam az egér jobb gombja fölött, az rajta volt, de a lövő ujjam, ami a leglényegesebb, gyakorlatilag majdhogy nem néha egy centivel is az egér gombja fölött volt. Na most egy centinyi távolságot kell utazzon az ujjam ahhoz, hogy lenyomjam azt az egeret. Hát még jó, hogy kikapok egy csatában, még jó, hogy az az illető gyorsabb lesz, úgyhogy elkezdtem magam rászoktatni arra, hogy az ujjamat rátámasztom az egér gombra. Természetesen vannak olyan egerek, amelyek nem bírják el az ujjunk súlyát, volt nekem is egy ilyen egerem, na hát akkor volt az a pillanat, amikor rátettem, és gyakorlatilag megsimogattam az egeret az ujjammal, de nem tettem rá az ujjamat, a lényeg az, hogy az ujjam érintette az egérgombot, tehát az ujjnak érintenie kell az egérgombot ahhoz, hogy gyorsabb reakciót, időt érje. Figyeld meg magad, miközben játszol, hogy följebb tartod-e az ujjadat a lövőgombtól gyakorlatilag, és ha igen, akkor kezd el rászoktatni az ujjadat, hogy tedd rá. Eleinte macera lesz, mert gyakorlatilag újra megtanulsz lőni, hogy úgy mondjam, és arra fogsz figyelni, hogy az ujjad rajta legyen az egéren, de amikor ez már automatizáltá válik, és azzal fog válni, de akkor tehát hatalmas nagy különbséggel leszel gyorsabb, sokkal gyorsabb leszel, és hogyha netán még gyorsak a reflexeid is, és még ezt is hozzátolod, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan leszel a pályán. Ez egy garancia, hogy én nem is tudom. Ritkán szeretek ilyet mondani, hogy garantáltan gyorsabb leszel, vagy garantáltan beválik, de ez beválik sajnos, hogy úgy mondjam, mert legalábbis én tapasztaltam magamon, nem tudom ti hogy vagytok vele, ki tapasztalta már ezt az apró dolgot, hogy az egér és úgy közötti távolság, és hogy kinek vált be ez a technika, mert biztos vagyok benne, hogy mások is észrevették, és írjátok le, hogy ti hogyan tanultátok meg célozni. Mi volt az a pont, amikor rájöttetek, hogy hogyan legyetek gyorsabbak, és osszátok meg velem ezt a tapasztalatot, én is szeretnék valami újat tanulni, és szeretném, hogyha azok a kezdő vagy kevésbé játékosok is tanulnának valami új trükköt, mert én is ezt azért mondtam el, hogy lenne egy mód, hogy legyünk gyorsabbak, de hogy mi? Én nem is tudom, miért mondom mindezt el nektek, aztán eljön a Necroclean nap, eljöttök bazdmeg, és úgy szarval láztak, mint azt. Nem is tudom. Na jó, ma mindegy. Lényegtelen, élvezzük a játékot, ugye. Szóval, igen, arra kell nagyon ügyelned, hogy az egér az ujjadon legyen rajta. Bocsánat, hogy az ujjad az egéren legyen rajta. És akinek elbírja az egere az ujjának a súlyát, az tegye rá nyugodtan a félre Relax című dolgot, tehát hogy tegyed rá nyugisan, támaszd rá az ujjad, és mind a két ujjad legyen rajta. Ugye ott a másik technika, amikor egyszerre lősz és célzol, az nehéz, nem nehéz megcsinálni, de nehéz, mert meg kell tanulja kicsit újra célozni, az úgy le fog rántani sokszor a célról, úgyhogy ez már nagyon tapasztalt játékosoknak is beivódott szokásokhoz, az egy kicsit macera megtanulni, meg lehet, de macerább. Nos, ennyi lett volna a nagy bölcsesség. Ha aki, kíváncsi, ki nem vette észre ezt a technikát, jó, most rengetegen fognak jönni, hogy nyilván ezt már tudtam, című történet. Igen, tudom, ismerlek már titeket. De kíváncsi, hogy kinek segítettem akkor, kinek segítettem ezt a technikával, ki érezte, hogy van valami, de nem tudta, hogy mi az, és most rádöbbent, hogy ez lett volna az. Na, lényegtelen, várom a kommenteket, sztorikat, történeteket, következő videóig, amiről még fingom sincs, hogy mi az, de írjátok meg ti, hogy mi legyen a következő videó. Sziasztok!
secure. All points held. Defend your positions. Losing A. We lost A. Enemy has A. Securing A.